Action van. Tehát a 32-es ügynök alias Balatonfüredi Ali G jelentkezik. Kaptunk egy dobozot. A dobozban van szerszám. The Vault szerszám van benne. Nézzük meg, hogy mi az. Jól áll nekem? Abszolút. Azt jó, szuper. Mutassuk meg, hogy azért van már egy pár. Szia, Tóni! Köszönjük a Devalt szerszámokat. Mi a legjobb tulajdonság? Hogy ugye össze-vissza lehet cserélni az akkumulátorokat. Tehát ugye egyiket a másikra föl tudjuk rakni. Van egy töltőd, meg egy talicska akkumulátorod, és akkor így össze lehet párosítani a dolgokat. Na, szóval, hogy mi ez? Munkahelyi becenevén recsegő. Mi a hivatalos neve, Csabi? Segíts már, mi ez? Ütvecsavarozó, ugye? Tehát akkumulátoros ütvecsavarozó. Lenni very rooster, mert ez nagy. És nekünk van egy olyan dolgunk, amit nem is dolog, a csavar konkrétan, amit rohadt nehéz kiszedni, és már készültünk, mert hogy van hozzá ilyen fejünk, csak eddig mondjuk méteres szárral kézzel, meg egy célszerszámmal oldottuk meg. Most viszont élesben le fogjuk tesztelni a The Vault, Mr. Tony The Vault szerszámját, mert ő azt mondta nekünk, hogy ez 1600 newtonnal lazít. És hol van olyan csavar, amit mi utálunk, és rohadt nehéz kilazítani? Csabi, te tudod. Motornak az elején. A fótengely csavar. Méghozzá a kettő ézének, az egy ézének az első főtengely csavarja, ami gyárilag 320 newtonméterrel van meghúzva, plusz mi az, ami még meghúzza ezt a csavart? Az a lájtos 20 év, amióta benne rohad a főtengelyben, mert utoljára japánul beszélő bácsi húzta meg, vagy japánul beszélő bácsi nyomta meg a gépen a gombot, ami meghúzta. Tehát ami gyárilag egyszer oda belett hajtva, azt most 20 év után mi kihajtjuk. Na, gyere, Csabi, próbáljuk ki. Nézzük meg, ha leveszi, akkor én meghajlok. Azt mondta a Tóni, hogy leveszi. Mi most élesbe kipróbáljuk. Na, odáig meg vagyok, hogy felraktam rá a fejet. Életképek az eremes műhelyből. Mi? Egy jumpagon. De ezt egy picit kamerázd le, és azt azért mutassuk meg, hogy ez holnap után menni fog. Szegény junkie. Szomorú néz, mert lógnak a szemei. Ellenben van benne új váltó. Nem recsegős kettes fokozattal. Na, kinyitjuk a jézétárolót. Másodpercek kérdése, slőn világosság. Na, nézzük. Azt mondja, hogy elméletileg van itt 2-3 olyan motor, amiben lenni ott van. Na most kell nekem a fény, Csabi. Ott, oda néz, oda. Gyári főtengely csavar. Ez nem? Így. Na, most minden kiderül. Azt mondja, hogy egyes számú próba. Ugye ez full origin motor, még senki nem szedte le a csavart soha. Haver! Hát ez nem sokat szarozott vele. Azért azt elmondom, hogy fél órát szoktunk vele küzdeni. Mert ugye ki kell fúrni a menetet, ami benne van a főtengely szítárcsában, hogy rá lehessen rakni a célszerszámot, hogy ellentartással meg tudjuk ugye lazítani. Tehát ez egy fél órás küzdés. Benne a helyén az autóban inkább ne beszéljünk róla. Na de várjál, jó, még most az egy, lehet, hogy ez nem volt meghúzva. Kettes. Nézzük. Ha! Basszak, hogy ezzel mit szoktunk eddig. Na jó van. Tony, ezt nem kapod vissza. Nem? Csak a testemen keresztül, tehát ez marad. Köszönjük szépen, ez jó szerszám, megtartottuk. Mutatom, jó? Ja tényleg, ha már legyen kövér, mondjuk már el a cikkszámát ennek egyébként, tehát hogy ugye 3/4 szolos a feje, ez azért kell, mert ugye szóval ilyen erős csavarokhoz már kell egy ilyen nagy kovak. Hivatalosan egyébként tudod, mire való a szerszám? Azt mondta Tony, hogy teherautósok használják kerékleszedésre. De hogy oda kell ilyen bazi nagy, és cikkszáma lenni készüléknek nézd, DCF897-es. És ugye ezt a Tonytól meg lehet úgy venni, meg a Devalttól, meg bárhol, ahol van Devalt, hogy csak gép aksival dobozzal töltővel. De ha veszel
egy töltőt, meg mondjuk van két aksid, és mondjuk van 4-5 géped, akkor tök jól lehet így kombinálni, mi ezt imádjuk, hogy mindig fölkapunk egy gépet, az aktuálisan feltöltött aksit rácsattintjuk, aztán... Jaj. Most jó. Köszi, Tóni!